Ez a fejlesztés ez egy kicsit régebbi múltra tekint vissza. Dunyváros megyeőváros önkormányzata 2010-ben értékesítette a Diego szőnyegház mögötti úgynevezett kettes számú labdarúgópályát. Az államtitkárság az értékesítéshez úgy járult hozzá, hogy az abból befolyó vételárat sportingatlan fejlesztésre fordíthatják. A polgári kormányzat hozott egy olyan törvényt, rendeletet, melyben a látványcsapat sportágak támogatását, az úgynevezett tavós pályázati lehetőségeket megalkotta. Ennek keretében az önkormányzat és a Dunyvárosi Labdarúgó Csapatot Üzemeltető Egyesület beadott egy úgynevezett sikeres pályázatot, most már sikeres pályázatként könyvelhetjük el, melyben a 90 millió forintos vételára pályázati önerő és a 180 millió forintos tavós pénz sikeres pályázata esetén valósul meg a Vidám Park területének egy részén az a fejlesztés, mely tartalmaz egy nagy labdarúgó műfüves pályát, egy műfüves kispályát és az ahhoz kapcsolódó kiszolgáló létesítményeket, öltözők, mosdók, fürdők. Ez a projekt összesen 270 millió forintba kerül, melynek, mint az előbb mondottam, volt 180 millió forintos TAO-s pénz, melyet a labdarúgó csapat már sikeresen meg is pályázott, és a 90 millió forintos önkormányzati önerő. Jelen pillanatban áprilisban kerül közbeszerzési eljárás keretein belül kiválasztásra a kivitelező, és nagy valószínűséggel reményeink szerint legkésőbb augusztus már birtokba vehetik a sportolók ezt a létesítményt. Ide kapcsolódik még a Dunyvárosi Önkormányzat a második ütemben a megmaradt területre kíván fejlesztést végrehajtani. Egy ifjúsági szabadidő központot szeretne, melybe várja mindenkinek a véleményét ahhoz, hogy mit szeretne ebbe a létesítménybe látni.